First of all, thank you for coming, and I'd also like to thank this opportunity to thank Ms. Gyeonggi and the whole organization. That's a very, very big step forward, I believe. And I also believe we're just accumulating very important piece of information about shepherd dogs. Először is szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök annak, hogy mindenki itt van. Külön köszönöm azt, hogy ez a rendezvény, ez megszervezésre kerül. Nagyon-nagyon fontos lépésnek tartom azt, hogy az itt felsorakoztatott témákkal foglalkozzunk. It's going to, well, I'm the president of Akbay Stock Club in Turkey, so I've been working on this breed since I've started in 1996, and since then I've been trying to learn more and more, and now I'm also learning to cooperate with the other breed clubs that have similar breeds, and I believe I'm taking it very, very seriously. That's one of the reasons why I'm here. Törökországi Akbas klubot képviselem, 1996 óta foglalkozom magával a fajtával. Azóta folyamatosan képzem magam, próbálok minél több mindent megtudni a fajtáról, illetve folyamatosan kooperálunk olyan más fajtaklubokkal, amelyek hasonló jellegű típusú kutyákkal foglalkoznak. So basically it's about Akbas dog and how to protect the breed at home, which is Turkey, and also abroad and all across the world. Az előadásom ma magáról az Akbasról fog szólni, illetve arról, hogy magát a fajtát hogyan tudjuk védeni egyrészt otthon Törökországban, más pedig külföldön. Okay. Let me just okay. So I'll just it's going to be a kind of crash course. I'm going to cover a lot of things. It's not about just what an Akbay stock breed is. I'm going to talk about but briefly about history, a possible history. And then we're going to talk about how the breed was discovered by the Western people and how we discovered back in Turkey and then what happened after that and how my club got involved with the breed and then how the standard came up and the future of course. Nem csak magáról a fajtáról fogok beszélni, hanem annak valószínűsíthető történetéről, arról, hogy magát a fajtát hogyan fedezte fel a nyugat, mi a pozíciója a kutyának, illetve milyen teendők vannak vele. As you can see, or can you see, I don't know. So Akbay stock is a, it's not a very big livestock, but it is a livestock protection dog. And as you can see, it's all white. And it comes basically, well, most people say from Western Turkey, but not really from Western Turkey, from Western part of Central Turkey. It's like between the Aegean coast, to the West coast, and between Central Turkey. And that's where the breed comes from. Egy olyan kutyáról beszélünk, amelynek az elsődleges funkciója az a gazdasági haszonállatoknak a védelme. Teljes mértékben fehér a szőrzete, és sokan úgy gondolják, hogy Nyugat-Törökországból származik leginkább, de Közép-Törökország nyugati részéről származik a fajta valószínűsíthetően. It doesn't mean that there are no other white dogs in Turkey, but the basic population comes from Eskişehir and the towns around it. Ez nem azt jelenti, hogy ez lenne az egyetlen egy fehér szőrtípusú ilyen jellegű kutya, de ez a fajta, ez a változat, ez erről a területről származik. As you can see, there's a work. Most of the photos you see, they're all working dogs. They're basically a whole population based on the working dogs that I'm going to talk about soon. So a brief link to the others, and like almost every speaker or presenter talked about this. All these dogs, they have very common ancestry, and they share a lot with the other white livestock protection dogs from Southern Europe to Eastern Europe. And Akbash is one of that chain. It's a part of that chain. In the Far East. Azok a képek, amiket mutatni fogok, ezek mind olyan kutyákról készültek, amelyeket munkára is használnak. Ahogy az elmúlt két napban több előadás is szólt róla, mindenképpen figyelembe kell vennünk azt, hogy az ilyen jellegű kutyák azok kapcsolódnak egymáshoz. Nagy valószínűséggel közös felmenőik vannak, és mindegyik keleti régióhoz köthető.
So when we talk about the history, this is a very, very sensitive issue because we all want to own our own breeds and we'd like to call them, this is completely Hungarian, this is completely French, this is completely Italian. But how sure are we are that's questionable? So that's why I call it, is it chauvinism or science? So are we talking about a breed that was brought into Turkey from Central Asia with the Turkish tribe in today's form? Or are we talking about, a breed that was that's adapted to the environment and its job description? So that I think that should be the main question we should be asking. Az, hogy a fajta maga honnan származik, az egy rendkívül érzékeny kérdés, mivel minden nemzet szeretné azt mondani egy adott fajtára, hogy ez az enyém. Ez tőlem ered. Most, hogyha a fajta esetében ezt a kérdést vizsgáljuk, ami egy nagyon fontos kérdés, akkor fölmerül az a dolog, hogy maga a kutya... Tehát, hogy magát a kutyát azt a török törzsek, amikor vándoroltak, akkor vitték ebbe magára a területre, vagy pedig ahogy a törökök vonultak Kelet-Ázsia területén, velük együtt mozgott a fajta. So, as you can see, well, Turks migrated, the migration route is huge, and from Central Asia to the Caucasus and over Black Sea into Europe or down here through just south of the Hazar Sea, we call it, and into Anatolia. So that is quite complicated. Ahogy látszik a térképen, a török törzsek hatalmas területet jártak be a népvándorlás keretén belül, egészen a Fekete-tengeri Anatóliáig. Okay, the main thing is, I'd love to... there's no one who is more... I really love to believe that this is like a pure Turkish... This is a Turkish breed, like Kuvas is a Hungarian breed. But when we talk about the... origin, we have to be more careful about just making very distinct decisions about it, because it happened thousands of years ago. Az, hogy maga a fajta, az török fajta, az körülbelül egyértelműnek mondható, de nagyon óvatosan kell ezt kijelenteni. Tehát úgy, ahogy például a kuvasz, az a magyarokhoz köthető fajta, de itt azért azt kimondani, hogy az elmúlt évezredekben már jelenlévő fajta az valójában hogy alakult ki, azért egy elég összetett kérdés. So what's been stipulated or in the yesterday and today is, or that's what's been believed, the Turks, while they were just migrating from Central Asia towards today's Turkey and then the Hungary and all these places, they brought their dogs together. Yes, they did. But did they really bring their dogs in today's form? Because yesterday, Mr. Geldi was talking about Turkmenistan dogs, Alabay, and he said for 4,000 years they remained the same, they didn't change. So that means, like 2,000 years ago, Turkish tribes must have brought Alabay-type dogs into Turkey and Europe, but they don't look like Alabay today. So there must, something else must have happened on the way, and we must ask the right questions to find answer to those questions. Hogyha abból indulunk ki, tehát abból a kérdésből kiindulunk, vagy fölteszük magunknak, hogy a Közép-Ázsiából vándorló törökök, azok a kutyáikat vitték el magukkal, a válasz egyértelműen igen. Az elmúlt napok előadásaiból egyértelműen kivehető volt az több fajta esetében, hogy a fajták azok pár ezer évvel ezelőtt nem ugyanúgy néztek ki, mint a mai formájuk, és török fajták esetében is mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy más hasonló jellegű fajták felhasználásra kerültek, tehát bekerültek a
a népnek a látókörébe. So when we one of the theories is these dogs, so like before Turks, there were no shepherd dogs or sheep husbandry in today's Turkey, which is what the history tells completely opposite. Actually, before Turks, because first of all, you know where the sheep was domesticated first. It was. Let me see how this works. So we talk about northern Iraq, Iran, Iraq, Syria, and southeast part of Turkey. So we domesticate the sheep here. And we wait for the Turks, all these tribes, to come with their dogs to protect the sheep. It doesn't make sense. And obviously, according to Strabon in his book Geographica, he says in central Turkey, in central Anatolia, or we just call it Asia Minor, they had sheep, and the sheep husbandry was very, very strong back then. Megpróbálom röviden összefoglalni. Tehát mindenképpen a juhok domestikációjának, illetve a juhok gyapjújának a felhasználása azért hozzákötődik ahhoz, hogy amikor azt vizsgáljuk, hogy ilyen funkcióra, tehát gazdasági használatoknak a védelmére, terelésére használt kutyákat alkalmazunk-e. Tehát ez az a terület, ahonnan nyomai vannak annak, hogy évezredekkel ezelőtt már a juhokat használták. So for example, I'll give you a few examples. Strabon, he's a very, very famous Greek historian. In his book Geographica, he says like in central Anatolia, Laodicea, it says they had black sheep and were very famous. Another one is Colossine, today's Honos, in central Turkey again, colored black sheep he's talking about. And the industry is so strong, and people were making a lot of money on that. Feljegyzések vannak arra vonatkozóan ebből a korból, hogy fekete szőrű bárányokat tenyésztettek, és hatalmas pénzeket megmozgató iparág épült már föl a juhokra abban az időben. Like in, for example, in Galatian king, he had 300 flocks in central Anatolia today. 300 flocks, that's a lot. And another one, again, around Kızılırmak River, there's the famous, so the sheep were famous for this soft fleece. So all these very, very well-established sheep husbandry, this is very important, we cannot ignore them. And obviously, they cannot do shepherding without dogs. Hatalmas, tehát azt érzékeltetve, hogy ez mekkora iparág volt, és mekkora állatállomány volt, vannak feljegyzések arról, hogy egy bizonyos személy birtokába 300 nyáj tartozott. És elképzelhetetlen lenne az, hogy ekkora állatmennyiséget terelő kutyák nélkül lehetne kezelni egyáltalán. And the last example is the Hittites, and you know they were just a big civilization, and they had a law in their law book, and Article 87 says if you kill a shepherd dog, it's more punishable than killing a pregnant cow. És ebből az időből vannak feljegyzések arra vonatkozóan, hogy törvény volt arra, hogyha valaki egy juhászati célra használt kutyát meggyilkolt, az nagyobb bűnnek számított, mint hogyha egy vemhes tehénnel tette volna ugyanezt. And like it's more recently, Herodot talks about the Greek dogs, and he says in Epirus region, so they had these big dogs, and they were all war dogs when it's the war time, but when it's in peace time. So they were shepherd dogs. Feljegyzések vannak arra vonatkozóan, hogy nagy testű kutyákat háborús időben használtak magában a harcban.
viszont békeidőben ezeket a kutyákat a nyájaknak a kezelésére használták. The reason I'm telling this is because we need to we cannot isolate ourselves from other cultures. We need to understand the whole shepherding culture and traditions. So then we can just find out what's really happening. Otherwise, if you just ignore all this, so that is not science. It's good for our emotions, but it's not science. Mindenre azért szerettem volna kitérni, mert felszerettem volna hívni arra a figyelmet, hogy amikor ezekkel a témákkal foglalkozunk, nem tekinthetünk el a különböző kultúráktól, attól, hogy hogyan változott a pásztor élet, hogyan függenek ezek a dolgok össze egymással, mert hogyha teljesen figyelmen kívül hagyjuk a kultúrákat, illetve azoknak a változását, akkor nem fogunk kapni, nem fogunk tiszta képet kapni. So my stipulation is, so what made them white? How did they there were existing dogs, and the Turks, they came with their dogs, and Turks were very dominant with their dogs and shepherding tradition, and I truly acknowledge that. But then what has changed? How did the Alawite dog became an Akbashto or became a Kuwas? So we need to understand the reasons how they adapted to this situation. I believe they adapted to a certain region and their job description. That's what I'm going to try to explain now. Okay. Tehát amikor a népvándorlások folyamatban voltak, igen, voltak velük kutyák, különböző típusú fajtájú kutyák, letelepedtek egy régión belül, ott is már volt valamilyen jellegű kutyaállomány, és igazából a kérdés az, hogy megtaláljuk arra a magyarázatot, hogy ezekből a kutyákból az egyik helyen miért lett egy kuvasz, egy másik helyen miért lett egy teljesen másik fajta, egy harmadik helyen pedig miért alakult ki az akbas. Right, so I'll show you something. I believe that's one of the theories, and I strongly believe in that, but it's not set in stone, so there might be some variations. And I believe dogs, there's a kind of camouflage between the dogs and the kind of sheep they protect with. So akbash dog is no stranger to that. Look at, if these are like akbash, two akbash with their charges. If you look at them, the same colored sheep, and mostly in Western Turkey, they're all white sheep and white dog. Nézőpontom szerint nagyon-nagyon érdekes és fontos megvizsgálni azt is, hogy milyen típusú, milyen fajtájú juhoknak az őrzésére használták az adott kutyát. Hogyha megnézik ezt a két képet, egyértelműen látszódik, hogy mind az akbas, mind pedig a juhoknak a szőrzete az világos színű, és javarészt ez Nyugat-Törökországra volt jellemző. As you can see again, Akbash dogs with the white sheep, so they almost look identical. When you look from afar, you don't know where the dog might pop out, so you have to be careful. Tehát, hogyha távolról nézzük, ez a két képen is látszódik, hogy maga kutya beleolvad a környezetbe, és hogyha távolról szemléljük a nyájat, soha nem tudhatjuk azt, hogy mikor történik meg az, hogy egy kutya fogja magát, és a juhok közül kiugrik. This is a Kangal dog. As you can see, Kangal dogs got very characteristic black mask, karavash. And look at the sheep they traditionally protect. They got the same kind of black mask. És hogyha megnézzük a Kangalt és azokat a juhokat, amelyeknek az őrzésére ezen a képen használják, egyértelműen látszódik a pofa rajzolatán az, hogy nagy mértékben hasonlít a juhokére. And you see more Kangal dogs, and also look at the yellow color. It's exactly, it really blends in with the terrain. So it's all yellowish, a yellowish sheep, a yellowish Kangal dog, and perfect camouflage. Ismét kangalokat látunk, és megfigyelhetjük azt is, hogy a szőrzetüknek a színe az teljes mértékben passzol a juhoknak a színéhez, és ezen felül magához a környezethez is. Tehát teljes mértékben belesimul magába a környezetbe, körülötte lévő környezetbe, illetve a juhokkal is valamilyen szinten összeolvad. And because Kangal dogs, they're more easterly, they're more like eastern part of Turkey. And I think they're much more
they look much more like the Alawi dogs, the original Turkish dogs, compared to much smaller Akbash dogs in the west side of Turkey. Tehát mivel a kangalokat a területi viszonyok szempontjából leginkább Kelet-Törökországban használták, valószínűsített, hogy ezért van az eltérés, ami az ország másik felében használt más fajták esetében fellelhető. I just missed one point. The important thing is that Turkmen Alawi or Turkish Alawi dogs in Central Asia, they come in all colors. There is not just one color variation of it. So because they were bred by the nomads. So if you're a nomadic people, you cannot just fix color. Okay. Az Alawi esetében fontos azt tudni, hogy mindenféle színváltat, többfajta színváltozatban megtalálható. Ez annak köszönhető, hogy a tenyésztésük az a nomád életvitelt folytatók tevékenységének tudható be. So that means, so these dogs, they can be any color in Central Asia. They come to Turkey and they turn into a Kangal dog. So there are dogs with black masks, but they don't have a population in Central Asia. They become, you see more and more black-faced dogs in Caucasian, in Azerbaijan, and then especially the eastern part of Turkey. It's the same. So there's, I think it creates a kind of isolated population there because of the geography. It should be the same with Akbash dog. You cannot travel thousands of kilometers, preserving just one color. It is impossible. If you're a nomad, it's impossible. Especially if you're talking about white dogs. How can you preserve just one color, just like Akbash dog or a Kuwas? Just all these, like, I don't know how many centuries it took. And you cannot just preserve one color in that journey. It's impossible. If it was possible, it would be possible in Central Asia in the first place. Okay, hogyha megnézzük, összefoglalom az egésznek a lényeget, hogyha megnézzük a területi felosztottságát Törökországnak, a területnek, teljesen más jellegű területi viszonyokat találunk, és ennek ehhez mérten teljesen más szőrzetszínű, rajzolatú egyedeket fogunk találni. Tehát nem... Tehát, hogyha azt nézzük, hogy honnan, hová eredethető vissza maguk a különböző fajták, akkor nem mondhatjuk azt, hogy itt minden fajta változat, fajta illetve változat kialakulása az egyszerre történt, mert ez teljes mértékben elképzelhetetlen. So let's go back to the color of the sheep and the dog again. So these are Middle Eastern sheep dogs. They're not recognized as FCI or anything like that. So most people don't even know. Look, they're from Central Iran apparently. Look at the colors and look at the sheep color in the background. They're all like brown or black. And look at the dogs. And I love this breed. And another photo again from Iran. Black dogs and there are black sheep behind. And let's move on. Mongolia shepherd dogs. Look at the sheep and look at the shepherd dogs there. And lovely Kuwas dog, which is white sheep. And there is a kind of also the camouflage effect and look at the dogs, Romanian shepherd dogs. And why am I saying this? Because 2,000 years ago, Colmenella, is a Roman agricultural writer, he wrote in his book that they bred white dogs to match with the white sheep, and so that they can also separate dogs from the wolves at night. So that's very practical. And I believe deep inside, shepherds have been doing this for thousands of years without knowing it. It's like it's practical common sense. Az előző diákon olyan fajtákat láthattak, amelyek ugye különböző területekről származó fajtákat, ahol egyértelműen felismerhető volt ez a teória, hogy a juhoknak az őrzésére, illetve védelmére használt kutyák, azok külsejükben hasonlóak voltak. 4000 év környékéről vannak feljegyzések arra vonatkozóan, hogy fölmerült az igény arra, hogy a juhoknak juhok külsejével megegyező külsejű kutyákat használjanak védelemre, illetve terelésre. Ez valószínű, hogy ez aztán nem tud, hogy ez mennyire volt tudatos, mennyire nem.
egyértelmű, hogy több ezer évvel ezelőtt a pásztorok, illetve akik a juhokkal foglalkoztak, ők ezt már mint tényezőt figyelembe vették. And this might not explain everything, of course, but I believe, I tend to believe, I don't know, nobody knows, because it's not written, except this guy. And Sam, we're lucky that he wrote that 2,000 years ago, before everyone else. It doesn't mean that Italians bred the first white dogs. No, Italians just recorded it for the first time. It doesn't mean that they actually came up with the idea. So this guy went there and just wrote about it. So let's not get too nationalistic about it. That's very important. We have to be open-minded. And I think, and Shepparton back then, it wasn't about real nations, it was about survival. Most ezeket a tényeket, a feljegyzéseket, ez ugye Olaszországban történt meg ennek a feljegyzése az előző koncepciónak. Nagyon-nagyon sarkalatos következtetéseket nem kell levonni. Nem kell azt levonni, hogy a fehér színű kutyáknak a tenyésztése akkor kezdődött volna meg, illetve hogy ott. Ez egy római személynek a feljegyzése volt, hogy ő ezt tapasztalta. Tehát azért ekköré túl sok mindent 100%-os valószínűséggel nem kell fölépíteni. Az a lényeg, hogy akkor már az igény megvolt, és ugye egy ilyen védelmi funkció abban a korban az mindenképpen az életben maradás is szolgált. Tehát azért időszámításunk előtt 3000-4000 évvel vagyunk. So how the breed was discovered, the rest is much easier, less complicated, because we know. So like David and Judy Nelson, they found out, they discovered these white dogs in west, but let's say relative to the western part of Turkey, and they realized, all right, they look like a breed. They just remind us of like Pyrenean mountain dogs or Kuas. So I think they are kind of breed, and they start test breeding them, and they all breed true. And then they say, what do you call them? And people mostly say, even today, traditionally, people call them Akkush, which means white bird. But that he, I don't know why, because of the effect of Karabash, he chooses to call them Akbash, and that's how the name came to be. It wasn't a Turkish decision, it was coined by an American breeder. És akkor most egy olyan korszakhoz érünk, ahonnan már sokkal pontosabb feljegyzéseink vannak. Magát a fajtát a David és Julie Nelson fedezték fel az 1970-es években Nyugat-Törökországban, amikor megtapasztalták azt, hogy létezik egy ilyen fajta, és tesztenyésztéseket próbáltak végezni vele, és az egész dolog az működött. Tehát látszódott az, gondolom, hogy az utódok azok olyanok, mint a felmenők, tehát nem keverék kutyákról volt szó. És megkérdezték azt, hogy a helyektől, hogy hívják magát a fajtát, és akkor kapták azt az információt, azt mondták nekik, hogy fehér madár, ez ugye szerint törökül, és ebből valahogy kialakult végül a mostani név, az Akbash. Even today, Akkush is a very popular, people don't know what the Akbash, but 10 or 15 years ago, when we were visiting the villages, we were saying, do you have Akbash dogs? I said, what are you talking about? You know, what is an Akbash? I said, the white dog, you mean Akkush? Oh yeah, and they would just bring their dog in. Szóval a kiinduló név, ami a fehér madár, az volt az Akkush, és még 20 évvel ezelőtt is megtörtént az, hogy ha valaki elment azokra az élő területekre, ahol ezek a kutyák megtalálhatóak voltak, és valaki megkérdezte, hogy van-e Akbash, akkor nem tudták, hogy miről van szó. Az Akkush az viszont már megvolt, hogyha azt mondták neki, hogy hát nagy fehér kutyát keresünk. I mean, I wish I could change the name, but I can't. It's internationally and nationally recognized, so Akkush is like a more romantic name for us now. And also Akkush, the name of a club magazine today. Oké, tehát nemzetközi szinten az Akbash az, ami teret nyert, és mindenkinek a tudatába beépült. Az Akkush, mint kicsi romantikus, szentimentális fogalomként él tovább törökökben, illetve ez egy magazinnak még a neve. So these are the photos taken in the 1970s and from the archive of
the Hasan Cansever, and Hasan Cansever was also the first president of Turkish Kennel Club. Tehát Hasan Cansever archívumából láthatóak itt képek az 1970-es évekből. És az úr és Hasan Cansever volt a Török Kennel Klubnak az első elnöke. And we were so lucky in his album he found these photos. És ez egy nagyon szerencsés dolog, hogy az ő albumában erre az időszakra, a fajtához kötődő időszakban találtak fényképeket. So if you look at the dogs, they pretty much the same, they're unchanged since 70s and today's working dogs, they're pretty much the same. So we're glad that we still got the same, because some people say, oh, they were just much bigger, blah, blah. Well, these are the dogs, sorry. Ebből a szempontból is jó, mert az 1970-es évek, tehát dokumentálva van az, hogy az 1970-es években ezek a kutyák, illetve maga a fajta az, hogy nézett ki. Mostanában mondják azt, hogy ezek a kutyák régebben nagyobbak voltak, más voltak küllenük. Ez a felvetés ezekkel a képekkel egyértelműen cáfolható. Another example, yeah, that's also another question, it's another dog. Okay, so as I told you, it's going to be a crash course, I'll be talking about different things. So we have a conflict abroad at home, so that's the Anatolian Shepherd dog, that's the first one. So I don't know if you know the problem, but Anatolian Shepherd dog, mostly American breeders, they imported some dogs from Turkey, and they didn't know how to classify them. And they put them all together, and they decided to call them Anatolian Shepherd Dog. They didn't want to use Turkish because they had a problem with the Turkish, and there was a war in Cyprus, and the Turkish name didn't sound too well, and they decided to call them Anatolian Shepherd Dog, ignoring the Turkish rules. But the problem is, they mixed all these dogs together, and they lumped them together, and they refused to believe that there are different breeds in Turkey. And they said, Okandal, it's just the same dog with black mask. Akbaş, it's the same dog with just white. Of course, they were wrong. And finally, Turkey is just reclaiming her dogs back now. Okay, ahogy mondtam, több témával is fogok foglalkozni, ez egy nagyon-nagyon érzékeny és törékeny téma. Amikor Amerikába páran vittek be Törökországból kutyákat, ugye valamilyen néven kellett őket regisztrálni, és nem akartak nekik túlságosan törökös hangzatú nevet adni politikai célokból leginkább, nem hangzik jól, ugye Ciprus meg más törökös konfliktusok miatt. És ezért azt mondták, hogy akkor ezek az anatóliai juhász kutyák. És kialakult az a felfogás, az a nézet, és az jelenleg is így van, hogy a Törökországban úgy egyébként különböző kutyafajtákat egy kalap alatt kezelik, és azt mondják, hogy ez ugyanaz a fajta, csak különböző színváltozattal. Ez egy olyan anatóliai juhászkutya, aminek fekete maszkos a pofája, a másik az pedig teljesen fehér, úgyhogy jelenleg ez egy probléma. You have very good memory. So this photo, this is not from Turkey. This photo is like bred in America because they've been mixing these dogs for generations. So you have this dog and you have all kind of different colors under the mother. That's their breeding, not ours. Ez a fotó ez Amerikában készült, és nagyon jól ábrázolja azt, hogy különböző kutya fajtákat párosítanak. Tehát látszódik az, hogy az alomban teljesen egymástól eltérő jellegű kutyák vannak. Tehát ez az amerikai típusú jellegű tenyésztés, és ennek semmi köze magához a török fajtákhoz. Okay. Another problem in Turkey is arbitrary breed standards for some. Some people, they want to, well, because it's an emotional issue. So when you say Akbaş, then all of a sudden, some people, some breeders, because they want to make more money. And what they do is, they go and pick the biggest dogs. As long as they're white, they call it Akbaş dog.
So you look at these are two different kinds, but for them they are Rakpashoks, and they just sell their puppies, and they believe they are the original ones. But there is no such population in Turkey. These dogs are random dogs, and they don't even look alike. Törökországon belül pedig a probléma magával a fajtával az, tehát maga a standard az teljes mértékben önkényes, és ennek az oka az arra vezethető vissza, anyagi oka van ennek, tehát az emberek ugye pénzt szeretnének keresni, és bármi olyan kutya, ami fehér és nagy, azt mondják, hogy ő az Akbas, hogyha megnézzük a kivetített két képet, egyértelműen látszódik, hogy túl sok hasonlóság a két kutya között, hogyha fajta jellegeket tekintünk, akkor nincs is. One thing about this, for example, if somebody came up with a new Turkish breed in Turkey, let's say Turkish mountain dog, and I'm sure people would just pick the biggest dogs from everywhere in that color, and they'll say, this is a purebred one, and I own it, so you know how much it is. So that's the problem. They never go and analyze the gene pool. They don't really see, most of them, they focus on some kennels, and they believe, you know, they have the best dogs, but actually the truth is not that. Ahogy Törökországban működnek a dolgok, körülbelül ezt úgy kell elképzelni, hogyha valaki kitalál egy új fajta nevet, például kitalálja a török hegyi kutyát, mint fajta nevet, és megkeresi a környéken található legnagyobb testű kutyát, és azt mondja, hogy ez a török hegyi kutya, és mivel ez nálam van, az enyém, ez egy önálló fajta, én ezt el fogom adni, pénzért ebből fogok magamnak pénzt csinálni, és ez az egész dolog, ez működőképes is lehet. Az, hogy génállomány elemzésre vagy valami tudományosabb megközelítésre kerülne sor, ez úgy kimarad a képből. In 1996, something very important happened in Turkey. That's when we discovered Akbashoks in Turkey, and we learned that, unfortunately, from the Americans. És 1990 egy rendkívül fontos dátum a fajta életében. Ez az, amikor Törökország felfedezte magának a fajtának a létezését, és egy nagyon szomorú dolog az, hogy ezt az amerikaiakon keresztül kellett rájönni. But the dog were there, I'm sure, and some people knew about it. But because we traditionally don't have the concept of breed, like nationwide, we didn't know that we had a dog like that. Maybe some local people knew there was a white dog. So when you talk about Akbash, oh, I remember from my childhood, but they never thought it was a breed until 1996. Az egész dologhoz hozzátett az, hogy Törökországban nincs meg az a koncepciója a fajtáknak, mint ami úgy egyébként nemzetközi szinten megvan. Tehát oké, tudták azt az emberek, hogy igen, van egy ilyen jellegű, így kinéző nagy fehér kutya, látott már ilyet, esetleg volt, van is neki, de az, hogy ezt fajtaként tekintettek volna, ez nincs meg magában a kultúrában, nem a tenyésztői kultúrában, hanem abban a kultúrában, ahogy magukra, a kutyákra az emberek tekintenek. And they in Konya Selçuk University, they organized a conference, the first Turkish dog breeds conference, and they highlighted the it was about Akbash, Kangal, Kars, and Turkish Tazu. And that's when I found out about Akbash dog, and I remember seeing this beautiful picture of Akbash dog. Before that, I was just looking at the white shepherd dogs of Europe, and all of a sudden, I realized that we have a Turkish version, and I was so happy. Az említett egyetemen, aminek a címere is ki van vetítve, ott rendeztek egy kutyákkal kapcsolatos konferenciát, ahol bemutatásra kerültek különböző Törökországban honos, onnan származó kutyafajták, mint az Akbash, a Kangal és társai. És ez volt az a pillanat, amikor ő személy szerint szembesült azzal, hogy igen, ez egy létező fajta. Next thing is another first attempt to breed Akbash dogs in Turkey. That was also in 1996. That was organized by TIGEM. It's a government breeding facility.
És ez a 96-os konferencia, ez a TIGEM által lett szervezve, amely egy állami szervezet. I remember talking to the person, gentleman, who started the program. It was like late 90s, I think, before my military service. And he said, and first they started to call them Car Bears, which means Snow White. Not our question. A magát az előadást, tehát ott találkoztam valakivel, aki tehát magától a szervezettől, akitől információkat kaptam a fajtára vonatkozóan. Snow White, Car Bears. És Carbiersnek hívta még akkor a fajtát, ami hófehérnek felel meg. But the thing is that they really picked the right aquaiso, the right breed, because later they decided to call it aquaiso. First they were just Car Bears, and I remember talking to him over the phone, and he said, I remember these dogs from my childhood, and we used to call them Car Bears, and it's the only time I heard Car Bears, but there was nothing else, that was only that. But I believe it started with the, because at the same time, 1996, internet started in Turkey, so people were on the internet and they realized we got other Turkish breeds, Aquaiso, Kangalok. They all started at the same time, actually. Viszont ezt a fajta nevet, hogy Car Bears, én ezt akkor hallottam körülbelül utoljára, illetve későbbiekben, amikor ezzel a személlyel telefonon beszéltem, akkor ez még szóba került. És nagyon fontos figyelembe venni azt is, hogy ebben az időszakban kezdett el az internet használata terjedni Törökországban. Úgyhogy az emberek fölmentek az internetre, akit érdekelt a dolog, talált információt arra vonatkozóan, hogy létezik ilyen fajta. Úgyhogy ez az információ áramlás is nagyon sok mindenhez hozzásegített. So TIGEM is the main breeding facility in Turkey now. But the problem is, in more than 10 years ago, they sent me a letter because I was trying to get information about the Turkish Shepherd dogs and try to prove that we've been breeding them for a long time to get the FCI recognition. TIGEM jelenleg a TIGEM szervezet az azóta sokkal nagyobb lett. Próbáltunk tőlük adatokat gyűjteni a különböző fajtákra vonatkozóan, ahhoz, hogy az FCI elismertséget a fajták esetében meg tudjuk szerezni. And in that letter they said unfortunately, because when you look at it, TIGEM dogs, they don't look like the dogs working with the sheep. They have a different type. I was trying to figure out why, and it turned out that like 30 years ago, in that letter he says Kangal dogs sometimes they have like 20-25% they might produce white puppies. If you put white puppies aside, they become Aquaiso dogs and they are the same breed. And then I realized that they didn't know what they were doing. Yeah, and I shouldn't be saying that, but that's the truth. Then. Okay. A probléma az volt, hogy amikor a TIGEM-től próbáltak megkérni bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy igen, ez egy fajta, akkor, és ugye itt 30 évvel ezelőttről beszélünk, akkor kiderült, hogy ezek a kutyák, amiket a TIGEM, amelyekről a TIGEM-nek volt bármiféle nyilvántartása, illetve anyaga, ezek teljesen máshogy néztek ki, mint azok a kutyák, amelyeket úgy egyébként munkára használva meg lehet találni. És amikor elkezdték megnézni azt, hogy ennek valójában mi az oka, akkor kiderült, hogy a tenyésztés az kb. Úgy nézett ki, hogy volt egy kangalalom, ahol mondjuk született egy fehér kölyök, akkor onnan azt kivették, és akkor az már egyből azsbak lett. Tehát egy teljesen elferdült tenyésztési koncepciója volt a TIGEM-nek. So what happens now? Because they need to sell dogs and they don't have the notion of breed.
because they haven't analyzed the breed, breed population. So they want to sell big, wide, impressive dogs. That's why those dogs, when you put them together with the real working dogs, they don't look alike. És ugye az egész mögött az van, hogy azért az egész dolognak a hátterében pénz áll. Tehát szeretnének kutyákat eladni. És ugye olyan kutyákat, amelyek nagy, fehér, el lehet mondani azt, hogy a fajtához tartozik, és ezzel szemben pedig a munkacélra használt kutyáknak a külső ez teljes mértékben eltér. Most of the time their head type is different. They have wider head because they want big dogs. Their top line is different. Akbar's top line is different, and their dogs big most of the time because they don't have a standard. They just have a big white dog standard. So their top line is different. Their coat is different. Sometimes angulation is different. Everything is different. Tehát általában, hogy ezeket a kutyákat összehasonlítjuk, akkor minden eltér. Tehát a standard az kb. Annyiról szól, hogy nagy fehér kutya. Tehát a standardnek a megközelítése arról szól, hogy nagy fehér kutya. Eltérő a fejforma, eltérő a hátvonal, eltérőek a szögelések. Ez minden körülbelül. So, Akat is a Akbaşsoğuk breed club in Turkey. That's the first one, I believe. I'm one of the founders and also the been president for 10 years. I wish I could change, but I'm waiting for someone to come up. And we started in 2006. And later, Turkish Kennel Club KIF was established, and we joined Turkish Kennel Club in 2007. Okay. Completely different. Turkish Kennel Club was established in 2006. We started the club in 2007, and then we joined Turkish Kennel Club to present Akbaşsoğuk. Okay, az Akat az magának a fajtának, a fajtához kapcsolódó klub Törökországban, amit 2007-ben alakítottak. Ő az elnöke ennek immáron most már több mint 10 éve. És 2006-ban alakult meg a Török Kennel Klub, amihez az Akat be is csatlakozott. The main reason was we conducted a gene pool analysis so that we know what we talked about. So we didn't come up with this is the breed standard. No, we for 5 years we visited the villages and measured more than 120 dogs before we drew up the standard. Az oka ennek az egésznek az volt, hogy tudományos alapokra akartuk azt helyezni, hogy magával a fajtával foglalkozunk, és ne csak azt mondjuk, hogy ez a kutya, ez egy nagy fehér kutya. 5 év alatt 120 kutyát mértünk le, mindenképpen fontosnak tartottuk a génállomány elemzését is. And here Dr. Rosovic from Serbia, he led the team. He showed us how to, because we don't have a kinologist in Turkey, and so he taught us how to measure each dog. He told us the method. But on the other hand, some Turkish people said, we're not going to learn from a Serbian, so we're talking about Turkish dog. But he always said, I'm not telling you what a Turkish dog is. You telling me what a Turkish dog is. I'm just showing you the method. You measure it and then tell me what an Akbaşsoğuk is. Munkában Dr. Uroševic segédkezett, aki ugye szerb, szerintem sokan ismerik, akik a tenyésztői világban benne vannak. A probléma az volt, hogy Törökországban nem volt kinológus, aki a munkában kivette volna aki tudott volna segíteni. Ezért külföldről érkezett segítség, ami nem volt azért zökkenőmentes, mert fölmerült az, mint alap probléma, hogy egy szerb származású valaki mit fog tudni kezdeni török kutyákkal, mert hát ugye a szerb kutya meg a török kutya az valószínű, hogy eltér bizonyos szempontokból, de ugye nem ebből. Úgyhogy Dr. Uroševic segített nekik megmutatni azt, hogy a kutya különböző testtájait hogyan kell mérni, mit kell mérni, mik az összefüggések azért, hogy ők meg tudják saját maguk határozni azt, hogy egy török fajta az úgy önmagában milyennek kéne lennie. We only measured working dogs in the villages.
we didn't even measure my own dogs. No, they weren't from a working line. So we only visited dogs in the villages and we measured them. Like there were like 33 or 36 points on each dog. We just measured them one by one. Kizárólag falvakban élő munkacélra használt kutyákat mértünk le. Saját kutyámat sem értem le ilyen célból. Körülbelül 35-36 különböző mérési ponton mértük le ezeket a kutyákat. As you can see, like the head and all this angulation and everything. So that was very important. The important thing was, when we went there, we didn't have a notion, we knew there was a breed, but we didn't know what it looked like. So we wanted the dog to tell us so what kind of dog it is. So we didn't go there and just tell them, all right, this is your dog. No, we waited for 5 years to tell the dogs to tell their own stories. So they define themselves to us. So, ami a nézőpontunk szempontjából fontos, hogy mindenképpen azt akartuk, hogy a kutya írja körül saját magát. Tehát ezért jártunk vissza 5 éven keresztül, és mértük le őket. Tehát nem azzal az elképzeléssel mentünk oda, hogy megmondtuk azt, hogy ennek ilyennek kell lennie, olyannak kell lennie ahhoz, hogy te az adott fajta legyél, hanem pont fordítva. Azt szerettük volna, hogyha maga a fajta mutatja azt meg, hogy ő valójában milyen. There were some criticizers because they said, oh, you measured the wrong dogs, they're small, they have to be this big, they have to be like a donkey. But I said, you are disrespecting the shepherd. You are disrespecting the tradition. These are the working dogs, and the shepherds are happy with them because these dogs daily they protect sheep against the wolves. If their shepherds are happy with them, so who are you to tell them what is functional for them? So they have to shut up and just respect the shepherds, I believe. Rendkívül sok kritikát kaptunk a munkánk során, amikor azt mondták, hogy na, az a kutya, az nem is olyan fajta, nem is jó, mert az pici, mert egy ilyen fajtának ekkorának kell lennie, mint körülbelül egy szamár méretű, tehát olyan méretűnek kéne lenni, mint egy szamárnak. Mindenképpen az volt a hozzáállásunk, hogy ez maximális mértékben tiszteletlenség magával, a kutyával és a pásztorral szemben is, mivel ezek a kutyák a pásztoroknak a munkáját segítik, sok esetben azért komoly munkát végeznek, és adott esetben élet-halál kérdése is az, hogy ők mennyire működnek együtt a pásztorral. Carol, this photo is especially for you. You can see there's an Akbash which she just made that cave into the ground, and that's where she wealed her puppies. So very, very natural breed. They know how to survive. Ez a képes külön Carolnak van, ő szerintem értette angolul teljes mértékben. Okay, and this Emre Musuk, he's vice president, and he was microchipping the dogs at the same time. You see, it's like a middle of the road dog, nothing exaggerated, very healthy, nice dog, nice working dog. És a mérési folyamatok során, ami még fontos dolog, hogy a kutyákat microchipben látták el. Itt a képen, ami látható, ugye látszik rajta egyértelműen, hogy nem egy túlméretezett, túlságosan nagy termetű kutyáról van szó. Egy nagy testű kutya teljesen normális testfelépítéssel. Another photo, this is a 6-month-old female Akbash dog, and they're staying behind with the sheep. Because the sheep was just limping, and this young dog chose to stay behind so that he can protect the sheep. So it was very, very touching. Ez egy nagyon, nagyon megérintő kép, ez egy 6 hónapos female Akbash kutyát ábrázol, aki tisztes távolból figyeli, illetve őrzi az éppen megellő juhot. I think we are lucky because 95% of our breeders, our supporters, they are shepherds. They still have sheep, their dogs are working dogs, they're not kennel dogs, and I like to keep it that way as much as possible. I know I cannot keep it forever, but I'd like to keep, so because in this part of the world, in Eastern Europe or Central Europe, finding the real working lines is not really common, I believe. But shepherding and the shepherd dog tradition is still very strong in Turkey.
Nagyon szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy a támogatóinknak a 95%-a azok pásztorok munkára használják ezeket a kutyákat. Tudom jól, hogy ez nem fog mindig és örökre így maradni. Viszont Törökországban mind a mai napig jellemző szemben Kelet-Európával és Közép-Európával az, hogy a pásztorlét, illetve a kutyák ilyen jellegű használata az még mindig megvan. Okay, and next, so what did we come up? I'm not going to go into detail of the standards. It's the main factors. First of all, head size. So when you look at it, I can't read it. So it's, well, it explains itself. The upper longitudinal axis of the skull and muzzle are slightly divergent. It's not like parallel. We're not talking about another rib. And the important thing is lips are always tight and darkly pigmented. So we're not talking about a big Central Asian type of or Mastiff type of dog. That's not the working breed. That's not the main dog used by the shepherds. That has to be tight. Nem fogunk belemenni nagyon-nagyon mélyen a standardbe. Egy-két nagyon jellemző dolog. Az egyik az, ahogy a képen is lehet látni, hogy a koponyának a hossza, tehát hogy a koponya hosszúságára egy vonalat rajzolunk, akkor ez az arcori résszel nem párhuzamos, hanem divergál egy picit, tehát eltér, tehát egy szöget zár be. És nagyon fontos az, hogy a pofán a bőr az zárt. And the next one, the sock is moderately pronounced, it's not really well pronounced, and eyebrows are not pronounced either. So the thing about eyebrows, when the eyebrows is more pronounced and it stops the eyes from becoming slanted. So we want them to be slightly slanted so they can see more. If they're just here, just like a massive breed, they can only see what's in front. But we want them to scan the horizon so they can be more alert. A kutyának a stopja az közepes mértékben kihangsúlyozott. A szemhéjak, illetve a szemnek az elhelyezkedése, tehát a szemhéjak azok egyáltalán nem hangsúlyosak, és maga az elhelyezkedés az abból a szempontból nagyon-nagyon fontos, mert a fajtánál azt akarjuk, hogy az a látószög, amit belát, amivel tud pásztázni, az minél szélesebb legyen. The basic thing is, when the length of the skull, sorry, is, yeah, when this bit is getting longer, then the head becomes wider and wider and wider, then you lose its breed type and you lose the, and then it turns into something else. And especially if you try to breed for size, that becomes a problem. So it has to be, it has to be either equal or the length of the skull should be slightly longer than width of the skull, not the other way around. A koponya esetében a koponyának a hosszúsága az egy icipicit nagyobb, mint a szélessége. És ez az aránynak a megtartás, ez nagyon-nagyon fontos, mivel ez a koponya arány az, amivel biztosítható ez a látószög, amit most jelenleg a fajta be tud. Tehát ezzel a koponya felépítéssel el tud érni. Tehát mindenképpen célszerű, hogyha célszerű azt tenyésztés során figyelembe venni, hogy a koponya ne szélesedjen ki, mert akkor ez a képesség ez eltűnik, és ez nagy veszélyt jelent erre az arányszámra az, hogyha méretre, minél nagyobb méretre tenyésztünk kutyát. Tehát ez a célja a tenyésztésnek. As I told you, almond-shaped eyes and slightly oblique, that is important. Not located towards the front of the head, so it has to have a wider vision. And the eye rings, nose, and the lips has to be black or either very dark brown. Sometimes you see a kind of brownish dogs in the, especially in the winter. They become kind of pinkish. But what you need to look at, if they got the dark lips, eye rings, and also when you just check their skin, if they're highly pigmented, that is okay. But we still prefer black one, of course. But brown pigmentation is also common in dark by stock.
A szemek esetében nagyon fontos az, hogy mandula vágású a szeme. Tehát a mandula vágású a szeme, és az előbb elmondottak miatt, tehát hogy milyen látása van a kutyának, nagyon fontos az, hogy ennek az elhelyezkedése az enyhén ferdett, illetve a koponyán az elhelyezkedése az kicsit hátrafelé van, mivel így biztosítható az a látószög, amiről szó van. A szemhéjak, az orr, illetve a szájszél, köszönöm szépen. A szájszél az fekete pigmentációjú, előfordul a barna is, viszont a fekete az, amit mindenképpen preferálnak. Okay, so basically there's nothing much here. You see, you can see the muzzle is slightly shorter than the skull. That's it. Ez egy alapvető arány, az arcori rész az valamelyest rövidebb, mint maga a koponya. What happens is, when the width of the skull gets bigger and bigger, and then the muzzle starts getting shorter and shorter, and the location of the eyes placement change and becomes more like mesotype, not like a real akbar shot. So we have to be careful with that. If you're not careful, if you just go for bones, big hairs, blah blah, you change the type. Tehát hogyha nem vigyázunk arra, tehát amikor tenyésztésnek az a célja, hogy minél nagyobb, minél robosztusabb, minél erőteljesebbnek tűnő kutyát szeretnénk, és ezáltal a koponya csont az elkezd kiszélesedni, akkor azt fogjuk ugye elérni, hogy maga az arcori rész aznak a hossza az csökkenni fog, és ezáltal a szemgödröknek az állása is változni fog. Úgyhogy a tenyésztés esetében ez egy olyan koncepció, amire mindenképpen oda kell figyelni. And last thing about this, the under the eye should be full, otherwise the muzzle becomes thinner and thinner, so but these dogs should be able to bite strongly, and then we call it in Turkey like a fox muzzle. So they have strong muzzles. They shouldn't be like a weak muzzle. So that's why full under the eye is very important. There's some dogs we see, especially well if the width is wider, then all of a sudden, and if this one is this part is not full, then all of a sudden muzzle starts here. And all this bit is empty, so it looks more like a different dog. It's not like a working akbar dog. Nagyon fontos továbbá még az, hogy a szemgödrök környéki rész az mindenképpen telített legyen. Mindenképpen fontos az, hogy az arcúri rész az egy vaskos tömör legyen, mert hogyha az a rész, ami a szemgödröknél van, az elkezd vékonyodni, akkor egy teljesen más jellegű, inkább rókaszerű kutyafajtát fogunk kapni, tehát küllemében teljesen más lesz. And the top line, that's also a breed characteristic, has to rise slightly towards the core. It's never like a coffee table. It has to be like that. And if you just, I've seen that with some dogs here as well, all work, as far as I know, all working livestock protection dogs, they have the same thing. And what's been explained to me is because dogs can transfer their body weight towards the front legs, and they can use their hind legs better for stronger drive. I don't know if it makes sense, but that was the explanation made to me. But one way or another, I mean, if it's, it could be true or not, but that's what the breed type is. So the top line must rise slightly towards the core. Magához a fajtához hozzátartozik az is, hogy a hátvonal az a far felé enyhén emelkedik. Most az, hogy ezek miért kell így lennie, erre kaptam egy olyan magyarázatot, hogy ha ez így van, tehát hogyha ilyen az anatómiai felépítése, akkor a kutya a hátsó lábaival való történő mozgás során a nagyobb erőt tud előre vinni, és ezáltal hatékonyabban fog dolgozni. Az, hogy ez valójában így van-e, az abban nem vagyok biztos, nem tudom, nekem ezt mondták, hogy így van. Next point, this is the last one, coat.
Well, basically, this is a kind of long story, but I know in Turkey, in Europe, it's basically long-coated dogs. But in Turkey, by shepherds, long-coated dogs are not preferred. They think they all have their own explanation. Some people think it's difficult to deal with the fleas. Some people believe long-coated dogs, they have thinner skin, so that when they get wounded, it's difficult to treat them. But one way or another, they don't want to deal with long coats. So this is the kind of longish coat, like a Kubas-like coat or Pyrenean-like coat is not accepted in our Akbay show. So longish ear maybe, and the tail, this is the kind of, that photo was taken in May. And this is okay, but more than that, if it's got like a lot of coat here, that's not in working condition. Amellett, hogy Kelet-Európában népszerűek azok a pásztorkutyák, amelyeknek hosszabb vagy hosszú a szőrük. Ezzel szemben Törökországban a pásztorok nem igazán szeretik azokat a fajtákat, azokat a kutyákat, amelyeknek hosszabb a szőre. Ez több mindennel magyarázzák. Az egyik az, hogy ugye a bolhákat, hogyha bolhás az a kutya, akkor azzal nehezebb bármit is kezdeni. Másik indokolás az, hogyha a kutyát megtámadják, megsebesítik, de bocsánat. Tehát a másik pedig az, hogy az a felvetés, hogy ezeknek a kutyáknak gyengébb maga a bőre, és ez visszajut abban az esetben, hogyha kutyákat ragadozók megtámadják, nehezebben gyógyul. Ezért magában a fajtában az, hogy például egy kuvaszhoz hasonló szőrzet előforduljon, az nem preferált. But nevertheless, Akbashok breeds long-coated puppies. Normally, shepherd would just chuck them away. But now, pet owners, they might like them too. So in the future, we have to think twice. So what I tell our members or breeders that if you have a long-coated dog, just always pick a short-coated dog for its mate. Otherwise, too long-coated, that would be too much. Because it is in the gene pool. We're not trying to get rid of them. We're not trying to narrow the breed's gene pool. But at least, if you want to have them, if you want to breed from that dog, always choose a short-coated Akbash dog. But in the villages, they're not accepted. It's very, very rare. For working situations, reasons. Short. Yeah. Sorry. Long. Yeah. Because they do. You can find in long-coated puppies, but the shepherds they don't want them. És akkor itt jön a következő probléma, hogy az Akbash esetében vannak olyan kölykök az alomban, amelyek hosszú szőrrel születnek. És az előbb hallott indokokra visszavezethetően ezektől megszabadulnak. Most ugye ez abból a szempontból egy veszélyes dolog, hogy ebben az esetben a génállomány, a fajtának a génállománya az szűkülni fog. Ez mindenképpen egy elkerülendő dolog, és ez egy elég nagy kihívás meggyőzni a pásztorokat arról, hogyha születik egy alomnyi kutya, és abban van olyan, ami hosszú szőrű, hogy akkor az a kutya azért maradjon meg, még akkor is, hogyha ők ezt nem fogják tudni úgy használni, vagy nem akarják úgy használni, csak azért, hogy a génállomány a kutyának az egészséges maradjon. So in 10 years time or something, you can find more long-coated Akbash dogs because people don't kill them anymore because they just like them. So then we have to reconsider the standard again. But now that our standard is based on the shepherd's preferences and because we'd like to preserve the working type of Akbash, we'll see. But again, we're very much interested in just keeping the gene pool intact. Nincs kizárva az, hogy 10 éven belül a hosszú szőrváltozat az meg fog jelenni a standardben. Most jelenleg a fajtának a standardje
a pásztoroknak a preferenciái, az ő általuk előnyben részesített tulajdonságokat tartalmazzák, viszont mindenképpen egy nagyon fontos célkitűzés az, hogy maga a génállomány az megőrzésre kerüljön, úgyhogy ebben az irányban valamilyen szinten el kell mozdulni. Okay, the future last bit. We don't know. Yes, we do. We don't know. We have. So we got Turkish Kennel Club and just became FCR's full member this year, I think. And that I believe that was a big achievement. They work really hard. So as a member, personally, I don't believe in show dogs. I mean, no, I believe in show dogs, but I as an ambassador club president, I encourage our members to take the dogs to the show because they want them to display the real, correct breed type so other people can see what's happening. But on the other hand, I am aware if we just focus on show dogs all the time, then we'll just have white dogs. Tavaly évben a Török Kennel Klub, mint olyan az FC-nek teljes jogú tagja lett. Ami nagy munkát igényelt és dolgok volt vele. Saját magam nem azt mondom, hogy ellene vagyok a sókutyázásnak, mert nagyon fontos az, hogy a kutya kiállításokon ezek a kutyák, ezek bemutatásra kerüljenek, viszont I encourage some of my breeders to take them to the show, okay. So they can just fix the type, so they can show the dogs. But on the Tehát bátorítjuk a tenyésztőket, hogy igen, vigyék kiállításra kutyákat. Fontos az, hogy a kutyának a külső megjelenését azért fixáljuk, tehát legyen egy állandó fajta jellege a kutyának, de mindenképpen el akarjuk azt kerülni, hogy maga a fajta sem, az csak arról szóljon, hogy egy nagy fehér kutya. Tehát fajta jelleget mindenképpen fixálni szeretnénk benne. So we don't have a closed sub-book. We just welcome phenotypically okay each dog into the gene pool, then we just give them B-class pedigree, and then we just check their breeding. Nyitott törzskönyvünk van ebben a pillanatban a fajtára, ahol a fenotípus, azaz a külső megjelenés, a külső fajta jellegek alapján regisztráljuk be a kutyákat. And so like, because we have to be careful. Because I told you about Anatolian Shepherd dog breed. They put all those dogs from Turkey together and they said it's an Anatolian Shepherd dog. And I don't want to make the same mistake. I put all white livestock protection dogs from Turkey and call them Akbaş dog. We have to know what we're talking about. So yes, if we're talking about breed, it has to be a definitive standard. Ezt mindenképpen észre akarjuk csinálni, és mindenképpen azokat a kutyákat regisztráljuk be, amelyek a standardhez hasonlítanak, mivel nem akarjuk ugyanazt a helyzetet elérni, mint ami történt az anatóliai juhász kutyával, amikor minden török kutyafajta egyfajtának van nevezve. Ezt a helyzetet az Akbaş esetében mindenképpen szeretnénk elkerülni. And the last thing, I want to preserve the breed as it is, but as a working dog. But on the other hand, there will be other people who would like to show them, who would like to take them to shows and everything. So I believe it's inevitable. We cannot just get rid of those people. That's impossible. That's part of the game. So I have to be very realistic about it. But on the other hand, we are lucky because Turkey has very strong shepherding tradition still. So as long as we have sheep, because we're not trying to teach anyone how to use livestock protection dogs. They already know it. As long as we have good sheep husbandry strong in Turkey, there will be Akbaş dogs and Kangal dogs and some other types. They will be working. So we have to just believe in the tradition. Sorry, and we have. We rely on our government to protect sheep husbandry so that our dogs can find jobs and keep on working. Sorry, it was too long. Yeah.
Azon dolgozom, és az a célom, hogy a fajta az fennmaradjon, a fajta megmaradjon úgy olyan formában, ahogy most van. És leginkább a munkavonal a fajtának. És egyértelmű az, hogy a fajta az előbb-utóbb az be fog kerülni a showvilágba. Az emberek kiállításokra fogják hordani ezeket a kutyákat. Meg kell találni ebben a helyzetben az egészséges egyensúlyt. Ami nagyon nagy szerencsénk, amit korábban mondtam, az, hogy maga az a mezőgazdasági iparág, amely juhokat használ mind a mai napig, az Törökországban létezik. És ameddig juhok vannak, addig ezekre a fajtákra szükség van. Nem kell nekünk megtalálni azt a formát, hogy milyen célokra lehet ezeket a kutyákat használni, hiszen ez adott. Köszönöm. Thank you.